kereskedő praxisok a nehézségek ellenére folyamatos a betegellátás Békéscsabán. Tanévkezdés, megérkeztek a tankönyvek több békéscsabai iskolába. Alapoznak a békésiek, az NB1B új szezonjára készül a Békési FKC. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az elmúlt másfél évben több tragikus haláleset miatt néhány házi orvosi praxis megüresedett Békéscsabán. Ezek pótlása eddig többnyire helyettesítésekkel történt meg. Az önkormányzat célja, hogy hosszú távon új szakemberekkel oldja meg a problémát. A Lencsési lakótelepen található 25-ös számú körzetben októbertől már új házi orvos látja el a betegeket. Háziorvosi rendelő, tessék! Ez az egyik olyan háziorvosi rendelő Békéscsabán, ahol jelenleg csak helyettesítéssel tudja az önkormányzat megoldani a betegellátást. Nem sok ilyen van a megyeszékhelyen, 25-ből összesen 3 érintett körzet van. Az okok szerte ágazóak, azonban a városvezetés igyekszik minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a körzetek ellátása folyamatosan biztosított legyen. A 22-es körzetben egy bérelt rendelőbe vagyunk, és a körzet helyettesítését szakképzett orvos végzi asszisztenssel, az asszisztens főmunkaidőben látja el a tevékenységét, a házi orvos pedig a rendelési előírásoknak megfelelően heti 7,5 órában tevékenykedik az intézményünk alatt. Ez pedig már a Lencsési lakótelepen található orvosi rendelő épülete, ahol egy másfél évvel ezelőtti haláleset miatt a 25-ös számú körzethez tartozó páciensek más szakemberhez kénytelenek járni. Varga Tamás alpolgármester, a 4-es számú választókerület önkormányzati képviselője elmondta, hogy egy sikeres pályázatnak köszönhetően hamarosan új házi orvos érkezik a körzetbe. Dr. Orosi Norbert, hematológus belgyógyász, fiatal szakember, aki érvényes pályázatot nyújtott be, és a múlt héten a szakbizottság egyhangú támogatással elfogadta a pályázatát. Jelenleg még eljárások folyamatban vannak, és várhatóan októbertől kerül betöltésre ez a háziorvosi körzet. Reméljük, hogy az itt lakók megelégedésére erre minden esély megvan. Az önkormányzat az elmúlt években egy háziorvosokat támogató rendszert alakított ki. Ez a pénzbeli támogatáson felül különféle kedvezményeket tartalmaz, így a városvezetés a háziorvosi kártyán keresztül a helyi kulturális intézmények látogatásához, az Árpád-fürdőbe, illetve a városi sporteseményekre ingyenes bérletet biztosít, hozzájárulva a háziorvosok mindennapjainak jobb átételéhez. A kézműves sörfőzdék a koronavírus járvány okozta bevételkiesés után újra komoly nehézségekkel küzdenek. Ezúttal az energiaválság és a drágulás jelentik a fő problémát. A híradónk által megkérdezett Békés megyei üzemek nehezen ugyan, de egyelőre biztosan a piacon tudnak maradni. Egyre drágábban mérik a sört ebben a gyulai kézműves sörfőzdében. Az energia és alapanyagárak növekedése, valamint az infláció miatt elkerülhetetlen az emelés. A díjnyertes főzde tulajdonosa szerint a kisüzemi sörök lassan luxus cikké válnak, viszont a fogyasztói árak a megemelkedett gyártási költségeket még így sem igazán fedezik. Ráki Zsolt elmondta, kemény a küzdelem a piacon, de egyelőre kitartanak, azonban a minőségből így sem engednek. Van 8 csapunk a sörházban, lehet, hogy nem lesz mindig mind a 8 csapon sör, hanem majd csak 6 vagy 5, vagy kevesebb sört fogunk készletre termelni, mert az hűtés az ugye megdrágult, tehát biztos, hogy lesznek olyan lépések, amiket nem szívesen hajtunk végre, de a túlélés érdekében végre kell hajtani. Egy másik, a gyulainál lényegesebb, nagyobb volumenben termelő Békés megyei sörfőzde is hasonló gondokkal küzd. Az üzem tulajdonosa híradónk megkeresésére elárulta, hogy az orosz-ukrán háború miatt olykor még üvegpalackot vagy címkepapírt sem könnyű beszerezni a gyártáshoz. A Békés Szent Andráson működő főzde készletfelhalmozással próbál védekezni a negatív hatások ellen,
Azonban ha a gáz vagy az üzemanyag ellátással gondok lesznek, akkor azzal már ők sem tudnak megbirkózni. Tényleges probléma Magyarországon dízel ellátással, illetve benzin ellátással, az minket sokkal jobban fog érinteni, mint másokat, mert a piacunknak egy nagyon-nagyon nagy része az tőlünk távol van, 200 kilométerre mondjuk, praktikusan gondolok itt Budapestre vagy Észak-Magyarországra, ahova el kell juttatni az árut valahogy. A kisüzemi sörfőzdék országos egyesületének elnöke arról számolt be, hogy csak az elmúlt hónapokban országosan 8 kisüzem húzta le a rolót a megnövekedett költségek miatt. Szerinte nem a minőség, hanem a megfelelő anyagi háttér határozza majd meg, ki tud fennmaradni a piacon. Azon fogják túlélni, akik saját értékesítési hálózattal rendelkeznek. Illetve azok, ahogy már előbb is említettem, ahol nagyon komoly pénzügyi háttér van, és ki fogják bírni azt a ma még megbecsülhetetlen vagy felbecsülhetetlen válságot, hogy az egy évig, két évig vagy három évig fog tartani, vagy esetleg még tovább, akik ezt finanszírozni tudják majd ezt a veszteséget. Gyenge Zsolt hozzátette, a folyamatos áremelkedés ellenére a fogyasztók jelentős része nem mond le a sörivásról, hanem inkább az alsópolcos termékeket választja majd. A napokban érkeztek meg az ingyenesen átvehető tankönyvek az oktatási intézményekbe országszerte, így a békéscsabai iskolák többségébe is. A legtöbb helyen még a tanévkezdés előtt vagy az első tanítási napon lehet átvenni a csomagokat. Erről az intézmények tájékoztatják a szülőket. A Lencsési Általános Iskolába több száz tankönyv érkezett ezen a héten. Az intézményben a tanárok, illetve a volt tanítványok segítenek a szortírozásban. Ilyenkor évfolyamonként névre szólóan válogatják szét a könyveket. A tanulók vagy szüleik a tanévkezdése előtti napokban vehetik át a tankönyveket. Osztálycsoportokban értesítjük a szülőket, gyerekeket. Tehát a tankönyveket az iskola kezdés előtti napokban szokták elvinni, pontosan emiatt a gyerekek nagyobb tanulók, nagyobb, magasabb évfolyamú tanulók esetében már a gyerekek jönnek, de hát a kisebb gyerekeknél értelemszerűen a szülők, és pont azért szoktuk ezt így megszervezni, hogy ne legyen egyszerre nagy tömeg, tumultus, tehát ütemezetten osztjuk ki a könyveket. Az elsősök pedig az első tanítási napon fogják majd hazavinni. Ez már a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium Technikum, Szakgimnázium Általános Iskola Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tornaterme, ahová augusztus 2-án érkezett meg közel 1000 diák, 12.000 tankönyve. Ezeknek a kiválogatása történik a napokban. Az intézmény igazgatója elmondta, hogy ezek a tankönyvek már új generációsak, vagyis digitális formában is használhatóak. A krétanaplón keresztül a tanulók és a pedagógusok le is tölthetnek, és digitális változatban is használhatnak, illetve a Nemzeti Köznevelési Portálon találhatunk hozzájuk tartozó digitális feladatokat is, különböző feladatgyűjteményeket mindenféle tantárgyból, mindenféle korosztálynak. Az intézményben az a hagyomány, hogy a diákok az első tanítási napon veszik át a tankönyveket. Az alsó tagozatosok tantermeikben a padon találják meg, míg a többiek a tornateremben veszik majd fel a névre szóló csomagokat. Jankai Art Apartman elnevezéssel indul az ország első képzőművészeti tehetségfeltáró programja augusztus 25-én Békéscsabán. A művészetek kedvelői a workshopokkal színesített 4 napon át tartó programon ismerhetik meg a meghívott fiatal alkotóművészeket. Este 8 órától pedig bemutatkozó vetítéseket nézhetnek meg az Árpád sor 2 alatt. Bai Miklós Zoltán a program helyszínén kijelölt galériájában beszélt legújabb munkáiról, illetve a Jankai Art Apartmanról. A programot vezető képzőművész elmondta, hogy a tehetségkutató koordinátorainak volt már egy hasonló kezdeményezés a Jászberényben. Ez inspirálta az alkotót arra, hogy a békési megyeszékhelyen is létrehozzanak egy interaktív művészeti eseményt.
Azért, hogy ne csak egy sima kiállítás legyen, Jászberényben is nagyon bevált ez, az a Gábor és Zopánék ötlete volt, hogy ilyen workshop-szerű bemutatkozó vetítések, beszélgetéseket nyitottá vált a művésztelep, tehát esténként a fiatal művészek bemutatták a munkáikat, és volt is ott jászberényi polgár, aki eljött. És akkor arra gondoltam, hogy mondtam, Ellának, hogy akkor csináljunk itt is egy ilyet. 3 napon keresztül este 8 órakor kezdődnek az előadások. Azok, akik ellátogatnak az Árpád sor 2 szám alá augusztus 25-től 28-áig a meghívott fiatal alkotókkal ismerkedhetnek meg. Bai Miklós Zoltán hozzátette, a program attól is különleges, hogy a képzőművészek munkáit kihelyezik a Jankai Tibor Művészeti Közalapítvány kerítésére, amely a város egyik kulturális művészeti értékévé válhat. Több helyen megfordultunk már a közalapítvány, ugye a Jankai Tibor hagyatékot, és a másik 2 családtagnak, a Kolozsvár és a Tevan családnak a hagyaték, vagy az ajándékait inkább fogalmazza pontosabban, ezeket kezeli, valamint Jankai Tibortól megörököltük ugye a hagyatékában pénzeszközt is, és ebből ennek az ötlete nyomán inkább így fogalmazok, a kuratórium olyan döntést hoztunk 2019-ben, hogy vásárolunk egy házat, amelyet vendégházként megcsinálunk. Témár Ella hangsúlyozta, hogy a program nyitott, így bárki elmehet az eseményre, amelynek az a célja, hogy a Jankai Art Apartman tehetségfeltáró vizuális showból hagyományt teremtsenek. Szerdán játszotta a szezon első felkészülési mérkőzését a 3. osztályban játszó ifjúsági újkígyósi lány kézilabda csapat. Az együttes az Orosháza 1. osztályú gárdáját fogadta. Az újkígyósiak a tavalyi idényt a tabella 2. helyén zárták. Az új szezonra augusztus 1-én kezdték meg a felkészülést. A szerdai felkészülési mérkőzés lehetőséget adott arra, hogy az újonnan érkező játékosok is megismerkedjenek a csapat összeállításával. A lányok 3x20 perces mérkőzést játszottak. A kékmezes vendégek dinamikus játékkal kezdtek, ez pedig inspirációt adott a zöldmezes hazaiaknak a pörgősebb játékra. A csapat egyik játékosa még a mérkőzés előtt elmondta, hogy heti 5 edzéssel készülnek a szezonra. Utoljára 2 éve játszottunk ebben a csapatban, tavaly Bács-Kiskun megyébe mentünk mindig, idén viszont Békés megyei csapatokkal fogunk játszani, talán a Csorvás és az Előre, amit a legjobban tartok, hogy a csabai csapat, nem tudom pontosan, hogy éppen kik indulnak, de talán tőlük félek vele inkább. Az együttes edzője elmondta, a tavalyi ifjúsági csapat kiegészült a Serdülők gárdájával. 16-17 játékosom van, és ez hát ilyen már rég nem volt. Ugyanis a tavalyi ifjúsági csapatunk kiegészült a Serdülő csapattal. A Serdülő csapatot megszüntettük, és a játékosaik most már ifjúsági korúak lettek, és velünk kezdték a felkészülést augusztus 1-én. Az orosháziak az ifjúsági 1. számú gárdával érkeztek a szerdai összecsapásra. Edzőjük elmondta, hogy ők már a felkészülés 3. hetében járnak, de még jelentős munka vár rájuk. Már a felkészülésnek a 3. hetében vagyunk, úgyhogy még jelentős munka vár még ránk, munkából is jöttünk, és ugye a legfontosabb ez a mai edzőmérkőzéssel az, hogy megtörjük azt a monoton munkát, amit ugye mi csinálunk, napi 2, illetve 3 edzéssel készülünk a bajnokságra, úgyhogy ugye ez a célunk, hogy egy kicsit a monoton munkát megtörjük. A szerdai összecsapáson az orosházi kékmezesek bizonyultak jobbnak néhány gólos különbséggel. De az új kígyósi lányok nem keseredtek el, hiszen, mint mondták, egy 1. osztályú csapattal játszhattak baráti mérkőzést. Gőzerővel készül a Békési FKC a férfi kézilabda NB1B 2022-23-as idényére. Padla József csapata az előző szezonban a 4. helyen végzett. Az alapozás július 18-án kezdődött meg a békési kézilabdázók számára. A sportolók az első hetekben napi 1-2 edzésen vettek részt, a hangsúly főként az erőnlét megszerzésén volt. A felkészülési szezonban szinte majdnem minden nap 2, kivéve általában a szerdát, az ilyen
inkább ilyen pihenőnap szokott lenni, vagy rehabilitációs. Hát ugye rendes bemelegítés, és most még nagyobb hangsúlyt fektetünk a futás meg a kondíció részére, de már ugye kezdünk a labdával is, labdás feladatokat is csinálni. A békési kézilabdázók 7 hetes programot teljesítenek majd a felkészülési időszakban. A csapat több új játékossal erősített, valamint az utánpótlásból több fiatal kezdte meg a munkát a felnőtt együttesben. Padla József vezetőedző arról beszélt, hogy átalakított bajnokság elé néznek a 2022-23-as idényben. Összevonták a másodosztályt is, tehát teljes egész országot lefedő csapatok fogják alkotni. 16 csapat lesz, tehát 15 mérkőzésünk lesz mind hazai pályán, mind idegenben. És az első mérkőzés az pont az Eger csapata ellen lesz, ami azért speciális, mert ők az első osztályban voltak tavaly. Most egy teljesen újjá alakult egyesületet próbálnak létrehozni, ami szintén esélyes arra, hogy visszajussanak. Úgyhogy egyből egy, én azt gondolom, hogy rangadóval kezdünk, hiszen hazai pályán szeretnénk mindenki ellenpontokat szerezni. A Békés augusztus 5-én vívta első felkészülési mérkőzését a ligában és konkurens Deac együttese ellen. Padla József csapata további 5 összecsapást tervezett a bajnoki rajt előtt. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!